Sokat foglalkozik Nyíregyháza a város közlekedésének fejlesztésével. A mai közgyűlésen is elfogadta a testület azt az előterjesztést, amely tartalmazza többek között az uniós forrásokból megvalósuló belterületi utak korszerűsítését, közlekedési csomópontok létesítését. Mint ismert, a város mintegy 25 milliárd forint uniós támogatást használhat fel településfejlesztési és gazdaságfejlesztési célokra. Ezen belül az úgynevezett integrált területi program részletesen tartalmazza a város közlekedésfejlesztési elképzeléseit is. Tavaly a Szegfő utca, a Kígyó utca bővítése, korszerűsítése történt meg, idén több újabb belterületi szakaszon folytatódhat a munka. Most várunk a Mező utcai csomópontnak a kialakítására, tudjuk, hogy az is egy régi igény, egy régi vágyunk az, hogy ott is megvalósuljon. Láttuk a Kígyó utca környékén ugye a csomópont kialakítását, tudjuk azt, hogy a Szemelvész utca, a Törzs utca környékén is várható változás, körforgalom, csomópontoknak a kialakítása. Tehát minden olyan útszakaszon, ahol a közlekedés, tehát az átmenő közlekedést és a belső közlekedést fel tudjuk gyorsítani, előbb-utóbb megkeressük azokat a pályázati forrásokat, aminek keretében meg tudjuk ezeket valósítani. A testület a város tavalyi évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót is elfogadta. Tavaly 41 milliárd forintból, idén 47 milliárdból gazdálkodik a megyeszékhely. A város fejlesztéseit, beruházásait az uniós pályázatok erősíteni fogják, ám ezek jelentős csúszásban vannak és központosított irányítás alatt állnak, a közgyűlés szocialista frakció vezetője szerint. Elmúlt évben az európai uniós források közül lényegesen kevesebb, kisebb összegű beruházás valósult meg, mint ebben az évben fog. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy a kormány is elkésett az európai uniós támogatási ciklushoz vonatkozó operatív programok kiírásával. Az ezekhez való csatlakozás pedig értelemszerűen késleltetettnek minősült az önkormányzatok életében is. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a városnak van némi pótolni valója ebben. Úgy látszik, hogy ebben az évben már megindulnak a forrás lehívások, és gőzerővel folyik részben 2018, részben pedig 2019 érdekében, hogy minél több beruházás valósuljon meg. A város csapadékvízelvezetési hálózatát is tovább korszerűsítik. Erre szolgál a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati program, ami ma került a közgyűlés elé. A testület elfogadta a város közbiztonsági koncepcióját, amelyben az ifjúságvédelem nagy hangsúlyt kapott. Elhangzott továbbá, hogy a városi kapitányság járőrszolgálata, a polgárőrséggel együtt és a kihelyezett térfigyelő kamerák nagyban hozzájárulnak Nyíregyháza közbiztonságához.